Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez most fontos lehet számodra. Miről van szó? A központi témát itt látjuk középen, és ez a kártya azt jelenti, hogy töltsd a napot a jó Istennel. Hiszen ez most segít neked, ha imádkozol, akkor a jó Isten meghallgat téged. Ami az energia meződet illeti, erre utal ez a nagy medve, és ez jelenti a bátorságodat, jelenti az erődet, és a gyermek utal itt egy új kezdetre. Amit a kép még mutat, a gyermekkorod. Gondolj vissza a gyermekkorodra. A szép emlékeket őrizd meg, mert az erőt ad számodra. Ami fájdalmas volt a múltban, és jönnek a könnyek, búcsúzz el ezektől a képektől, ezektől az emlékektől, hiszen ez gyengít téged, és akkor itt látható ez a betegség. Amit a kártyák még mutatnak, hiszen itt a kapcsolatról van szó, a kapcsolat közted és a jó Isten között, hogy érezd úgy, hogy te a jó Istennek a gyermeke vagy, és meghallgatja most az imádat. Itt megjelenik ugyan ez a betegség, de lesz javulás, hiszen látható itt az élet erő. Itt ezen a képen látható a lelki társad és az ő gondolata. Az ő gondolatában megjelenik a betegség, az lehet, hogy valaki beteg a környezetében, vagy érdekli ez a téma, ezek az egészségügyi témák, lehet, hogy ez a hivatása, mert orvos, és itt látható a nyeremény. Az is lehet, hogy vannak kereskedelmi kapcsolatai, és nyerni akar, vagy játszik a kaszinóban, de mivel itt megjelenik a betegség, itt akkor ebben az esetben veszteségekről van szó. Az is lehet, hogy a gondolatai betegítik őt, mert negatív gondolatai vannak, mint például ez úgysem fog sikerülni, én vesztes vagyok, elveszítem a pénzt, például ilyen negatív gondolatok jelenhetnek meg nála. Ami viszont fontos, hogy a házra ügyeljetek, mert ez óv benneteket. Azon kívül ez a ház lehet egy közös otthon tervezése is, és itt a pénz, ez a nyeremény azt jelenti, ez megvalósítható, hiszen itt lesz ez a nyeremény, neki változtatnia kellene a gondolatain. De a következő kártyán látható a tolvaj, azért legyetek óvatosak, nehogy tolvaj jöjjön a házhoz és elraboljon valamit. Ez lehet a pénz, de lehet a te időd, az energiád is, hogy valaki meglátogat téged, és rabolja az idődet, rabolja az energiádat. Azon kívül itt látható a hamis személy, a képen egy nő, de ez lehet egy férfi is, hiszen a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ami még lehet, hogy ez a tolvaj eltávolítja ezt a hamis szemét a környezetetekből, tehát akkor javulni fog a helyzet. És itt ezen a kártyán látható, hogy pontosan ez a te elvárásod. Hogy legyen meg az életerő, az isteni segítség, a gyógyulás, a nyeremény, nála változzon valami, ami a terveit illeti, legyen egy közös otthon, és a hamisság, a hamis személyek tűnjenek el,
és ebben tud ez a tolvaj segíteni, hiszen elrabolja ezt a hamis személyt, és ezáltal javul a helyzet, és pontosan ezek az elvárásaid. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!